parancsolja. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Először is, mielőtt reagálnék a felszólalásra, engedje meg, hogy azért egy megjegyzést a felszólalás címével kapcsolatban megfogalmazok, mert jól láthatóan ön ugyanazt a felszólalási címet adta, mint tegnap Jakab képviselő úr, de egy teljesen más tónust ütött meg, aminek nagyon örülök. De a mostani felszólalásához is szerintem van köze a címnek, ugyanis én utána néztem, mert nekem gyanús volt ez a harc folytatódik című dolog, és ez bizony egy 1974-ben komponált munkás mozgalmi dalnak a címe, amit a nagy októberi szocialista forradalom évfordulójára írtak. Bizonyos Nikolaj Dobron Ravov és Alekszandr Pakmutova. Ez azért fontos, a terminológiai kérdések szerintem fontosak, ez azért fontos, mert jól mutatja a Jobbik hitelességi válságát, jól mutatja azt, hogy miért nem lehet komolyan venni azt, amit ön megfogalmaz, és jól mutatja azt, hogy a magyar választópolgárok miért büntették önöket az európai parlamenti választásokon úgy, ahogy büntették önöket, és hogy több területen a kétfarkú kutyapárt nevezetű viccpárt is megelőzte önöket. Ez azért van, mert önök a baloldali szocialista kormányokhoz kötötték magukat, és az ő teljesítményüket ezután is képviselő baloldali ellenzékhez. Akik pedig a családtámogatással összefüggésben következőket tették. Eltörölték a korábbi otthonteremtési rendszert, eltörölték az egy és két gyermekesek adókedvezményét. Bocsánat, hogy ilyen értelemben politizálok, és nem szakpolitizálok, de hogy lehet az, hogy önök értek és érték azonosságban indulnak az európai parlamenti választáson a baloldallal, a DK-val és a magyar szocialistákkal, és ezek után a családtámogatási rendszer kritizálja, miközben ők voltak azok, akik konkrétan az ön által emelni javasolt adókedvezményeket konkrétan eltörölték. Ezt a nemzeti kormány állította helyre 2010-ben. Bocsánat, hogy még egyszer, hogy politizálok, de azért fontos, mert bizony a politikai állásfoglalás és a politikai hovatartozás. Ne haragudjon, képviselő úr, én szívesen válaszolnék önnek, hogyha meghallgatna, ha már ekkora szakpolitikai terepekre tévedtünk. Tehát ehhez képest mi, amit tudtunk tenni 2010 óta, és az valóban a családtámogatás nemzetstratégiai ügy. A családok támogatása, a gyermekek születésének támogatása nemzetstratégiai ügy. Sokkal jobban állunk, hála Istennek, mint 2010-ben, de azt szeretnénk, ha még sokkal jobban tudnánk állni. Mondom önnek, hogy mit tudtunk e tekintetben tenni. 2019-ben 2000 milliárd forint jut a családtámogatásra, ez a duplája a 2010-es összegnek. Ma 1 millió családnak segít az a családi otthon adókedvezmény, amelyet ön kritikával illetett. 2014-től új családtámogatási formák is életbe léptek. Gyedextra néven. Új otthonteremtési program segíti a családok otthonhoz jutását, ez az úgynevezett CSOK program, amelyben 10 millió forint visszanemtérítendő állami támogatás jut. És a 2015-ös bevezetés óta több mint 100 ezer család igényelte ezt az otthonteremtési kedvezményt 300 milliárd forint értékben. Ehhez jön az a családvédelmi akcióterv, ami 2019. július 1-től indul, és 10 milliós kamatmentes kölcsönt jelent a fiatal házasoknak. A kedvezményes CSOK kölcsönt már használt lakásra is igénybe lehet venni. A második gyermek születése esetén 1 millió, a harmadik gyermek születésekor 4 millió forint jelzálog elengedést kapnak a családok, és autóvásárlási támogatási programot is indítunk. Majd 2020. január 1-től élethosszig tartó SZIA mentességet kapnak a legalább 4 gyermeket nevelő édesanyák, bevezetjük a nagyszülői gyedet, 22-re pedig minden bölcsődéskorú gyermeknek bölcsődei férőhelyet biztosítunk. Ennek köszönhető egyébként az, hogy az Európai Unión belüli legrosszabb, 2010-ben legrosszabb termékenységi arányszám 1,25-ről
1,5-re emelkedett, és a migrációs egyenleg is megváltozott, tehát jelen pillanatban többen jönnek haza, mint ahányan kivándorolnak. Én azt hiszem, hogy ez eredmény, amit nem kellene önöknek ezekben a felszólásokban is sem elvitatni, és arra szeretnénk önöket kérni, hogy támogassák inkább, ahelyett, hogy támadják, ahelyett támogassák a kormány ez irányú intézkedéseit. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen.